Azt a címet adtam a mai előadásomnak, hogy a Szentléleknek gyönyörűséges patikája. Ez egy idézet, mégpedig Heltai Gáspártól való, aki ugye éppen az egyik Biblia fordítónk, illetve kiadunk. Tehát a magyar Biblia fordításokról lesz szó. Durván 800 évet átfogva a magyarországi művelődés történetben. A kezdeteket viszonylag gyorsan el fogjuk tudni intézni, hiszen onnantól egészen kevés, vagy abból a korból egészen kevés forrás áll rendelkezésünkre. Mielőtt azonban a konkrétumokra rátérnék, néhány mondatban szeretnék összefoglalni azt, ami a művelődés történészek, a történészek, az irodalom tudósok számára a Bibliához, a Biblia ismeretekhez kötődik, tehát egyáltalán hogyan is tekint ma a tudós társadalom a Bibliára. Minden bizonnyal ebben túl sok újdonság nem lesz az önök számára, ennek ellenére szeretném, ha egyszer összefoglalnánk egy nagyon rövid kis áttekintés formájában. Tehát a Biblia ugye a kereszténységnek a hitelvi alapja, ez nem lehet kérdés. A kereszténységnek az éltetője, hosszú évszázadokon át az oktatásnak, hogy úgy mondjam, az alfája és az omegája, és egyáltalán ugye a nemzeti kultúráknak a megtermékenyítője. Részese, sőt igazából a legnagyobb részét teszi ki annak a gondolatnak, amely Európa, az úgynevezett Európa születéséről szól. Tehát de az egységes, kulturális szempontból egységes Európát, Európáról a Krisztus utáni 5. századtól egészen a 18. század végéig a francia forradalomig szoktunk beszélni. Azután egy egészen új korszak kezdődik, éppen ezért fogom én is majd itt abba hagyni az előadásomat, a francia forradalom kitörésekor. Tehát Európa születésében mindenképpen fontos szerep jut a Bibliának, hiszen, és a Biblia által életre hívott intézményrendszernek, ugye, amely kezdetben katolikus, aztán a protestantizmus beköszöntével ez szerteágazóbbá válik. Ugyanis azt a bizonyos kultuszt, amely az egységes Európa megszületéséhez kellett, egyértelműen a Biblia. Két összetevője van az Európa fogalomnak, az egyik az a kultusz, ez a legnagyobb része, a másik pedig a nyelv, amely a hosszú évszázadokon keresztül kezdetben a görög volt, aztán pedig a latin, tehát egy közvetítő nyelv Európa népei között. Ez a két szempont az, amely mindenképpen szükséges számunkra, ugye az egységes kulturális Európa szempontjára. Ebben a magyarságot hogyan is tudjuk majd belehelyezni, ezt fogjuk rögtön szemügyre venni. Azt tudjuk, hogy a magyarság, amikor már ide a Kárpát-medence közelébe érkezett, tehát ez ugye a 9. század, már vannak olyan felfogások is, amely szerint ez jóval hamarabb megtörtént, de én most maradok egyelőre a kanonizált változatnál, tehát a 9. században biztosan találkoztak már a magyarok a kereszténység szimbólumaival, az üzenet eljutott hozzájuk. A Biblia szövegének hatása azonban, tehát az írott szöveg hatása azonban körülbelül 1000 esztendeje formálja a magyarságnak a mindennapjait. Legalábbis az írott forrásaink ezt támasztják alá. Az államalapítással következik el egy olyan szimbolikus pont a Biblia történetében, legalábbis a magyarországi Biblia történetében. Amikor Magyarországról beszélek, ebben a korszakban, tehát a 18. század végéig mindig a Kárpát-medencét értem. Tehát a nagy történeti Magyarországot, nem csak a mai határok között található területet. Tehát az államalapítással jön el az a szimbolikus időpont,
amikor mondjuk úgy szakrális értelemben a Biblia az a középpontba kerül. Pontosan úgy, ahogy már Szent Istvánnak az első törvénykönyvében látjuk megírva, amikor elrendeli a jól ismert kitételt, hogy 10 falu építsen egy templomot, elrendeli a vasárnapi kötelező templomba járást, a templomi szertartásokhoz, ugye az evangéliumi olvasmányokat rendeli hozzá, ez egészen a reformáció koráig így működik, és ebben az időszakban ugye ezek a bizonyos templomi olvasmányok, amelyek elsősorban a Biblia szövegén alapulnak, bár tegyük hozzá, hogy ezek az úgynevezett perikópa szövegek, tehát csak citátumok, rövid részek a Biblia teljes szövegéből, hiszen ekkoriban és hosszú évszázadokon keresztül még a Biblia teljes szövegét nem bocsátották a hívek rendelkezésére. Tehát ezek a perikópa szövegek, a biblikus idézetek, azok szinte kizárólag latin nyelvűek, ezt a forrásaink alátámasztják, viszont amikor a szertartás idején a prédikációnak az úgynevezett szent lecke része, tehát a Bibliából vett értelmezendő szakaszoknak a tárgyalására került a sor, akkor ez egyre több előkerülő forrás támasztja alá. Magyar nyelven is megszólaltak a prédikátorok, vagy a felszentelt papok. Tehát a mindenkori misének feltehetőleg, még ha csak rövid is, de volt magyar nyelvű része. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a magyar nyelvű bibliafordításoknak a kezdetét azt a szóbeliségben, az oralitásban kell keresnünk. Tehát valamikor a 11. századtól indul ez a folyamat, és majd csak később kezdik el lejegyezni magyar nyelven, hiszen egyéb nyelveken már régen létezett, magyar nyelven is a Biblia szövegét. A 11.-12. századról csak említés szintű adataink vannak, én ezekben most nem is szeretnék itt belemenni, hanem egyből átugornék a következő évszázadra, a 13-ra. Onnan sem tudunk túl sok mindent még a magyar nyelvű bibliákról, viszont az egyértelműen látszik, hogy az Árpád-korról beszélek most. 997-től, tehát István fejedelemségétől, aztán majd 1000-ben koronázzák királyát, de 997-től egészen ugye 1301-ig, harmadik András haláláig, vagy Endre haláláig, ugye az Árpádház uralkodott a Magyar Királyság területén, és most erről az időről van szó. Ekkorról több változatban maradtak fent úgynevezett részlegfordítások a Bibliából. A teljes bibliafordítás, ahogy azt már mondtam, valószínűleg kizárni nem tudjuk, hiszen még akár elő is kerülhet valahol egy-egy megbújó kódexszöveg, amely akár az egész Biblia szövegét is tartalmazhatja magyarul, de eddig ez nem történt meg, tehát kizárni nem tudjuk, csak feltételezzük, hogy teljes szövegű bibliafordítás magyar nyelven ekkoriban még nem állt rendelkezésre. Szent Margitnak az életrajzából tudjuk azt, hogy ő olvasta a Bibliát, és hát az nincs odaírva ugye a legendájába, hogy milyen nyelven tette mindezt, de ez szinte kizárásos alapon csak a magyar nyelv lehetett, hiszen azt tudjuk, hogy ő más nyelven nem tudott. Tehát, ha Bibliát olvasott, akkor az feltételezhetőleg az anyanyelvén történt. Ez a 13. század derekán történt, ugye 1270-ben hunyt el Margit. A legkorábbi értesülésünk arról, hogy teljes fordítással kísérleteznek Magyarországon, a Biblia szövegét illetően a 15. századból való. Mégpedig Szalkai Balázs ferences rendfőnöknek a krónikájából tudjuk ezt,
Itt ugye az úgynevezett huszita bibliáról van szó. A huszita biblia szövege szétszóródott. Több ma rendelkezésünkre álló kódexből rekonstruálható. Ugye három ilyen kódexet ismer a kutatás, a bécsi kódexet, a müncheni kódexet, illetve az apor kódexet. Az első kettő azért egy városnévnek a íjképzős földrajzi alapját tartalmazza a nevében, mert hogy ezeken a helyeken őrzik ma. Az apor kódex egy családnevet őriz nevében, hiszen ugye az apor család birtokában volt hosszú időn keresztül ez a kódex, amely megőrizte számunkra a magyar nyelvű szöveget, és amikor az első tudományos beszámoló készült róla, akkor még az aporok tulajdonában volt, ma már nem ott van, hanem Marosvásárhelyen őrzik a Teleki tékában, tehát tiszteletből a család nevét tették bele a megnevezésbe. Ezért hívják apor kódexnek. Tehát valamikor a 15. század első felében készülhetett ez a Biblia fordítás. Azt tudjuk, hogy 1438-39-ben két szerénységi huszita klerikus, név szerint Tamás és Bálint, Moldvába menekültek azzal a szándékkal, hogy teljesen az első betűtől az utolsóig lefordítsák a Biblia szövegét magyarra. Személyüket szokták azonosítani több egykor élt személlyel. A legvalószínűbb az, hogy két olyan fiatalemberről van szó, akik Hajdanán a Prágai Egyetemen tanultak, és oda az egyetemnek a matrikulájába, vagy az anyakönyvébe az alábbi neveket iratkoztak be. Tamás, ugye, akit csak tehát ebben a korban nyilván mindenkit keresztnevén szoktak emlegetni, illetve hozzáteszik annak a területnek a nevét a személy nevéhez, ahonnan származik. Tehát a Prágai Egyetem anyakönyvében úgy van bejegyezve ez a fiatalember, hogy Thomas Quinque Ecclesiensis, azaz Pécsről származó, vagy Pécsi Tamás. Quinque Ecclesiae az Pécsnek a latin neve. Öt templom, vagy öt egyház, ugye? Fünf kirchen, ahogy németül szó szerint van a fordítása. A másik személy pedig ugye Bálint, ő pedig Valentinus D. Újlak, azaz Újlakról származó Bálint néven szerepel az anyakönyvben. És bakkalaureuszi fokozatot szereztek Hajdanán a 14. század végén, tehát a 15. század elején. A müncheni kódexnek a záradékából tudjuk azt, hogy a moldvai Tatrosban, ugye Tatros városa, ma is megvan, másolták ezt a szöveget, és ez az adalék jelenti igazából az összekötő kapcsolat a fordító és a fennmaradt fordítás együttes, tehát a szövegegyüttes között. A huszita eredet mellett szól egyébként még az is, hogy a Ferences krónika, tehát a Szalkai Balázs által készített Ferences krónikában többször elhangzik az, hogy készül magyar fordítás, meg a már meglévő fordításokban is, eretnekség a Spiritus Sanctust, ugye a szent lelket, szent szelletként, ugye, vagy szent szellemként, de nyilván ekkoriban szellet, tehát szent szelletként fordítani, márpedig mind a három kódexben, a bécsiben, a müncheniben, meg az aporban is szent szelletként van lefordítva a Szentlélek, úgyhogy ez is bizonyítja a huszita rokonságot, a huszita eredetet. És van még egy következő pont, azt jól tudjuk, hogy Husz János volt az, aki egyáltalán a huszitizmust elindította a cseh területeken, de elsősorban az anyanyelvi oktatásra, illetve a szent iratok cseh nyelvű, tehát anyanyelvű kiadására, másolására helyezte a hangsúlyt. A huszitit cseh nyelvre, hanem magyar nyelvre próbálták meg lefordítani a Bibliát. És amikor Husz János a cseh változatban elkezd olyan betűket, illetve a betűkön mellékjeleket használni, amelyek a latin nyelven nincsenek meg, hiszen hát jól tudjuk, a csehben mindenféle úgynevezett diakritikus jelek vannak a betűk fölött, alatt vagy rajta. A magyarban ugyanez volt a helyzet, hiszen ékezetek voltak,
diftongusok voltak, kettős hangzók, amelyek a latinban ekkoriban már nem, vagy egyáltalán nem is léteztek, és ezekben a fordításokban a mellékjelek, mondjuk elsősorban a müncheniben, az volt a legkorábbi, már megtalálható. Ez is ugye a huszita eredetet, vagy a huszita hatást, bocsánat, inkább bizonyíthatja. A 16. században mondhatjuk el először azt, hogy konkrétan tudunk, teljes szövegű bibliafordításokra tett kísérletekről, bár teljes szövegű bibliák majd csak a század legvégén születik. 1590-ben a Károly Finle Biblia, de amíg idáig eljutunk, van néhány lépés. Tehát összefüggő bibliafordítás tartalmaz már az 1516-19 között másolt Jordánszki kódex. Annyiban nem teljesen a szöveg, hogy az Ószövetségnek 7 könyvét fordítja le teljes mértékben, illetve az Új Testamentumot Pál levelein kívül. És hát ugye ezeknek a szövegrészleteihez hasonló szövegek más kódexeinkben is felbukkannak. Most én ezeket nem vettem minden sorra, mert akkor nagyon aprólékos lett volna ugye a mai este, ezért inkább csak a főbb pontokat emeltem ki. A 16. században indul egy nagy, úgynevezett erasmista bibliafordító program, vagy a bibliaolvasás mindenkinek szóló programja, ahogy azt neves történészünk Péter Katalin professzorasszony még a 90-es évek legelején megírta. Ezzel egyébként egy nagyon, nagyon komoly vita hullámot indított el a magyarországi történész irodalmár, művelődés történész társadalomban, hiszen nagyon sokan nem értettek egyet ezzel a felfogással, hogy egy igazi, tehát ilyen bibliaolvasó program valósult volna meg Magyarországon. Azóta eltelt 21 néhány év, egészen megváltozott ezzel kapcsolatban a tudományos hozzáállás. Tehát egyre inkább kezd a köztudatba bevenni, és elfogadják ezt a névet. Na, mi is ez az erasmista bibliafordító program? Ugye a jelző, hogy erasmista, az Rotterdami Erasmus nevéből származik, akit a humanizmus koronázatlan európai fejedelmének, vagy királyának tartanak. Ugye Erasmus volt az a személy, aki egy tulajdonképpen egy kulturális birodalom fölött üldögélt. Igazán komoly kulturális program ebben az a tudományos program ebben az időszakban az ő tudta nélkül nem valósulhatott meg Európa egyetlen egy sarkában sem. Mindenki hozzáfordult. Tehát egy igazi autoritás volt, egy igazi tekintély volt, és természetesen Magyarországon is akadtak követők. Ezek a követők, akik bibliafordítással is kacélkodtak, hárman voltak, ugye az erasmista triász, mégpedig Komjáti Benedek, Pesti Mizsér Gábor és Szilveszter János. Sorrendben szeretnék mindegyikről egy néhány mondatot szólni. De Komjáti Benedek volt az, aki Szent Pál leveleit először kiadja nyomtatásban. De itt a 16. században vagyunk, a nyomtatás már jó néhány évtizede létező jelenség. Az 1440-es évek legvégén, innen távol, Németföldön, Mainzban, Rajna partján, Johannes Gutenberg feltalálja a mozgatható betűkkel történő nyomtatást. Ez forradalmasítja igazából sok mindent a kultúrtörténetben, de az olvasás jelenségét mindenképpen széles körben elterjeszti. Egyébként ma az az általánosan elfogadott nézet tudós körökben, és ez nem csak a humántudományokkal foglalkozó tudós társadalmat érinti, hogy az emberiség egyik legnagyobb hatású találmánya az
minden bizonnyal a könyvnyomtatás feltalálása volt. Hiszen annyira szerteágazó, sokféle hatást váltott ki a későbbiekben, sőt igazából már rögtön a feltalálása után is, hogy ehhez foghatót nem nagyon lehet más találni az emberiség történetében. Tehát ennek a jelentőségét nem lehet túl hangsúlyozni, hiszen azt gondolom, hogy nem tudunk túllőni semmilyen célon. Na tehát, Komjáti Benedeknek már rendelkezésére állt a tipográfia, a nyomda, ahol már változatlan szöveggel, ez volt egyébként az egyik legnagyobb forradalmi újítás a nyomtatásban, hogy változatlan szövegű, változatlan minőségű, és igazán ha végtelen számú, tehát elvileg végtelen számú szöveget lehetett előállítani ezzel a technológiával. Ez természetesen azért a gyakorlatban nem így működött, hiszen jól tudjuk, hogy a 15. században egy-egy nyomtatványból 100-200 példány készül. A 16. században ez a szám egy picit emelkedik. 300-400, akár 500 példányra is emel. Óriási dolog volt az, amikor majd a Vizsói Biblia elkészül, a Vizsóiban, 1590-ben, és körülbelül 700-750 példányt nyomtattak belőle. Ez akkoriban szinte világrekordnak számított. Tehát ilyen mennyiségben könyvet addig nem állítottak elő, pláne nem olyan vaskosakat, mert hogy ez több kötet volt, ugye konkrétan kettő, amelyek Vizsóiban készültek. Tehát nem, a végtelen szám az egy kicsit túlzás természetesen, de elvileg létezik. Komjáti Benedek is néhány száz példányban nyomtatta ki 1533-ban Krakkóban Szent Pál leveleit, és ugye ezzel megszületett egy leg a magyar művelődés történetben, mégpedig az első teljes terjedelmében magyar nyelvű nyomtatvány. Igaz, hogy nem Magyarországon, de mégiscsak az első magyar nyelven, teljes mértékben magyar nyelven nyomtatott könyv. Tehát 1533. Ugye ez a Komjáti Benedek Bécsben tanult, az ottani egyetemen, és az egyetem szellemisége nagyon jól rányomta a bélyegét az ő felfogására is, úgynevezett hitújítás ellenes felfogást vallott, azaz mereven szembeszállt a luteri tanokkal. Ez egyébként szintén Erasmus hatása, hiszen az erasmisták azok egyértelműen katolikus szemléletet vallanak, egyértelműen. Erasmus 1525-ben különbözött össze Martin Lutherrel, vagy Luther Martonnal, a magyaros alakjában szeretnénk mondani, bár nyilván ő ilyen néven soha nem szólítatta magát. De nyíltan szembefordultak egymással, és innentől fogva az Erasmus követők is megpróbáltak szakítani Lutherrel. A Komjáti Benedek a perényi birtokokon élt, Huszt mellett, ugye, Nyalábváron, ahol Perényi Gáborné Frangepán Katalin biztatására belefogott a Biblia fordításába, pontosabban, bocsánat, Szent Pál leveleinek a fordításába. Az asszony Frangepán Katalin nem tudott latinul, ezért kérte tudós ismerősét, hogy legyen szíves lefordítani számára, és udvarnépe számára a Bibliának ezt a részét magyar nyelvre. A Perényi családnak volt már egyébként a birtokában korábbról egy kezdetleges bibliafordítása, viszont ez Komjátinak a tetszését egyáltalán nem nyerte el, és így nyilatkozott róla, hogy nem csak az értelme, de még az olvasása is nehéznek tetszik valaha ennek a szövegnek. Ezt egyébként, majd mindjárt körbe is adom, többek közt ebben a kötetben lehet olvasni, ez Zvara Erdina, az Keresztény Olvasóknak című munkája, 16-17. Századi magyar nyelvű bibliák előszavait tartalmazza, nagyon hasznos olvasmány.
Nyilván mindent én most itt nem veszem végig, ahogy említettem, de akit érdekel, az nyugodtan tanulmányozhatja a későbbiek. Tehát nem csak az értelme, de még az olvasása is nehéznek tetszik, azaz nagyon nehézkesen volt lefordítva magyarra. Vélhetőleg túlságosan sok volt benne a latinizmus az előző változatban, és majd azt figyelhetjük meg, hogy a későbbiekben pontosan ezeknek a latinizmusoknak a kiírtására próbálnak meg megoldást találni a bibliafordítók. Hát kinek jobban, kinek kevésbé sikerült. Tehát Homjáti elkezdi fordítani újra az Új Szövetségnek a páli leveleit. Nyilván ehhez a Vulgátát használja fel. Ugye a Vulgáta az Szent Jeromosnak, vagy Hieronymusnak, ugye a latinos nevén, a latin nyelvű fordítása. Ez egy teljes biblia fordítás. A 4. század végén keletkezett. Ez volt a kanonizált szöveg. Tehát ezt használta utána a későbbiekben szinte mindenki. Tehát a Vulgátát használja, illetve hát nyilván a nagy név az autoritásnak a görög és latin kétnyelvű fordítását, most Erasmusról beszélek, ugye, a nagy biblia kiadását, a kétnyelvűt, amely 1516-ban látott napvilágot, Novum Instrumentum néven, aztán ehhez fűzött Erasmus komoly értelmezéseket, ugye Annotationes, ez 1519-ben jelent meg, és a páli levelekhez még külön írt egy parafrázist. Ez 1521-ben jelent meg. Ezeknek az alapján dolgozott Homjáti egyébként, majd a későbbiekben ugyanez lesz az etalon az erasmistáknál, tehát ezeket a kiadványokat használják a saját fordításaiknál. Természetesen, ahol csak lehetett, Erasmust követte, Homjáti is átvette tőle az egyes episztolák, tehát a leveleknek a bevezető részeit, és egyáltalán az, hogy a Szent Páli leveleket kezdte el fordítani, az már egy erasmuszi központi gondolat volt, hiszen Erasmus teológiájának a középpontjában ezek a páli levelek álltak, vagy egy picit tágabb körben azt mondhatjuk, hogy az evangélium centrikus teológiát vallott mindenképpen Erasmus. És akkor ezt a teológiát ugye közvetíti Homjáti az arra érzékeny úrnő udvara számára. Ha megnézzük ezt a fordítást, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye már 1530-as évek elején vagyunk. Tehát a protestantizmus, mondhatjuk már ezzel a szóval, dühön ekkoriban Magyarországon. De az 1510-es évek végén éri el Magyarországot is a protestantizmus hulláma, és egyedüli jelenségként a művelődés és egyháztörténetben kizárólag a Kárpát-medencében fordul az elő, hogy nagyon rövid idő alatt hatalmas tömeg vált át a katolikus vallásról a protestantizmusra. Ekkoriban ugye még nem válnak igazából szét a protestáns felekezetek. Tehát itt a 10-es, 20-as, 30-as években még ez nem történt. Annak vagyunk tanúi, hogy néhány évtized alatt egy 100%-ig, természetesen még nem volt más, katolikus felekezetű vagy vallású országból szinte 100%-os protestáns felekezetű ország válik. Ilyen nincs máshol a Földön. Ez kizárólag a Magyar Királyságban történt meg. Ennek természetesen nagyon sok oka van, az egyik legfőbb az Mohács. De ami megint csak unikális esemény a művelődés történetben, hiszen természetesen itt egy csatáról van szó. És ezzel le is zárhatnánk a dolgot, de ez Magyarország története szempontjából egy végzetes csata volt. Hiszen a magyar csatamezőn ott 1526. augusztus 29-én, ugye reggel 6 és 8 óra között durván másfél óra alatt zajlott le a csata, a magyarországi felsővezetés nagy része holtan maradt a csatatéren. Ez nem olyan túl sok ember, hiszen jól tudjuk azt, hogy
ebben az időszakban egy Kárpát-medencei méretű országnak az irányításához körülbelül 120-130 ember kellett. Ha úgy tetszik, akkor a minisztériumok élén, a kormányhivatalok élén, vagy mai szóval éljek, nyilván ekkoriban ezek nem léteznek, ennyi ember állt. Ezek nagy része akkor ott volt Mohácsnál, és holtan maradt a csatatérre. Ez egy csapásban azt jelentette, hogy az egyházi és a világi vezetés eltűnt. Ez nem volt olyan nehéz, mert újabb magyar sajátság következik. Ugye évszázadokon keresztül a magyarországi egyház kormányzat vezetői egyben, ugye ezek a püspökök, egyben ispánok is. Tehát a világi irányításnak, ugye ez a két terület szétválik. Hát nálunk így alakult történelmileg. Márpedig akkor, ugye, ha az adott személy valami baj éri, akkor azzal két, hogy úgy mondjam, intézményrendszer is sérül. És ha ez nagy tömegben történik, márpedig Mohácsnál ez történt, az végzetes következményekkel járt. És ez bizony be is következett Magyarországon. Tehát megszűnt egy csapásra az egyházi irányítás, szétszakadt darabjaira ugye a világi intézményszervezet, és a hívek egyszerűen nem találtak segítséget az addig megszokott katolikus vezetőiktől, ezért mi máshoz tudtak volna fordulni, mint hogy elkezdtek egyre nagyobb mértékben ugye, protestáns eszméket vallani. Mert hiszen, ugye azt soha nem kérdőjelezte meg senki, hogy az Atya felé, ugye Úristen felé valahogy mégiscsak közelednie kell a híveknek. Hát ez most ugye nem a katolikus útvonalon, hanem egy protestáns, és majd aztán nem sokára szerteágazó protestáns útvonalon, vagy útvonalakon valósult meg. Tehát ezért olyan különleges Mohács a magyar szempontból, és még hogy két mondatot mondjak a világi intézményrendszerhez, ugye minden nagy birodalomban, minden nagy királyságban, vagy császárságban, nevezzük bárhogy is az uralkodási formákat, volt egy meghatározó központi udvar. Ez Magyarországon is létezett, hát igazából már Mátyás halálával, ugye 1490-ben kezdett rezegni ennek a központi szerepe, de azért kitartott Mohácsig, viszont utána eltűnt a királyudvar. Nem is lesz királyudvar utána Magyarországon évszázadokon keresztül. A magyar király nem Magyarországon székel, nem ott van a rezidenciája. Ezért ugye a török bejön az ország közepébe, innen ugye a magyar vezető réteg eltűnik, és a Kárpát-medence peremén helyezkednek majd el ugye a különféle nagy uradalmak, a főúri központok, udvarok. Ezek a központi udvarok fogják átvenni azt a szerepet, nyilván sokkal kisebb mértékben tudják megvalósítani, de mégiscsak próbálkoznak vele, veszik át azt a szerepet, amelyet addig a központi királyudvar látott el. De hát nincs egységes gondolatrendszer, nincs egységes irányítás, sőt, nincs egységes hitbeli felfogás sem. Éppen ezért ugye, a különböző kis sejtek, hát kinek nagyobb volt a birtoka, kinek kisebb, ugye, ezek a sejtek különféle módon próbálják megoldani a saját életüket. Ugye a főúr mindenkor felelős a hívei a uradalmához tartozó hitéletéért, oktatásáért, jólétéért, egészségéért, és így tovább. Ezt ugye mindenki a maga módján volt kénytelen megoldani. Ebből adódik az a sokféleség, amely a magyar művelődés történetben tapasztalható. De hogy függ össze mindez ugye a biblia fordításokkal? Hát úgy, hogy ki milyen nézetet vallott, olyan szemléletű biblia fordítást szeretett volna készíteni magának. Ez történik ugye a Komjáti
féle fordítással is, ugyanis a Perényi család egyértelműen katolikus maradt, azon túl, hogy Komjáti Erazmista nézeteiből is a katolicizmushoz való közeledés következne, de a Perényi család azon kevés család közé tartozik, aki katolikus maradt ebben az időszakban is. Tehát a Biblia fordításra azt mondhatjuk, hogy bár ekkoriban már, még egyszer mondom, dühönt a Kárpát-medencében a protestantizmus, mégsem találunk protestáns nézeteket ebben a fordításban. Nincs nyomon. Azt mondhatjuk, hogy ez az első magyar nyomtatott könyv, inkább egy ilyen tudóskodó filológiai munka, amely a fordításba bevonja Origenész, Szent Jeromos, tehát az egyházatyákat, az ő értelmezéseit is, és ezzel próbálja meg gazdagítani a Biblia szövegét. Egyszer s mind ez a fordítás kompilációs. Ugye a kompiláció az azt jelenti, ma ezért már büntetnek. Ma úgy hívják, hogy plágium. A kompiláció az, hogy innen is veszek, onnan is, ahonnan is veszek, csak ez a 19. századig teljesen bevett, jogilag is létező szöveg előállítási forma. Kompilálni lehetett. Nem kellett hivatkozni arra, hogy kitől veszem át a szöveget, mert egy igazán tudós olvasó az tudta a szövegből, hogy honnan származik. De ebbe, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, ugyanebbe a kérdésbe futott bele Eszterházy Péter, a mai írónk, amikor megírta a bevezetés a Szép Irodalomba című hatalmas munkáját, és az első kiadásban ugye, hát nincsenek igazából hivatkozások, és a róla megjelent kritikák azt mondják, hogy de hát hiszen az egész plágium, hiszen minden mondata valahonnan, valamilyen műből, másnak a művéből származik. Igen, azt mondja Eszterházy, teljesen természetes, hiszen ma már nem tudunk olyan mondatokat kimondani, ami valaha a világtörténelemben elhangzott volna át valakinek a szájából. És ő ezt csak ezeket összeszedegette. Na, a következő kiadásban borsot tört a kritikusok orra alá, és minden egyes mondatát meghivatkozta, hogy honnan számít. Na, itt a 16. században ilyenről még szó nincs, úgyhogy szabadon lehetett kompilálni. Egyébként ez a fordítás még nem tekinthető igazán egységes, kiforrott alkotásnak, nyelvezete és többféle dialektust ötvöz, tehát igen, picit össze-vissza, és hát tele van, tudós ember írta. Tele van, vagyis fordította, tele van jegyzetekkel. Ezek a jegyzetek zárójelben vannak odatéve a szövegbe. Hát első nekifutásra igazából taszító, tehát, mert hogy nem a pőre szöveget olvassa az ember, hanem mindig megakad. Egy-egy sorban is többször megakad, mert mindig jön egy magyarázat. Hát humanista volt. Tudós ember, ők akkoriban ugye így írtak. És ugye az előszóban, érzi ezt Komjáti is, és az előszóban, ami ott van egyébként abban a kötetben, jól olvasható formában, ugye hosszan indokolja azt, hogy szövegfordítás és biblia kommentár az mégiscsak megfér egymással. Tehát, hogy egy ilyen egyesíteni próbálja ezt az eljárást, amit ő művelt. Egyébként ezzel nem újdonságot csinált, hiszen a középkortól kezdve a másolók, ugye a szkriptorok, akik szinte kizárólag biblia szövegeket másoltak, ugye ugyanezt a gyakorlatot követték. Komjáti igazából feleleveníti itt a középkor legvégén ezt a gyakorlatot. Egyébként a korszak egyik legdíszesebb nyomtatványa, tele van fametszetes ábrákkal. Krakóban, ahogy mondtam, 1533-ban jelenik meg, Hieronymus Viétornak a nyomdájában, nagyon gondos kivitelben, figurális iniciálika, ugye az iniciálik azok ilyen díszes kezdőbetűk, az oldalak vagy a fejezetek kezdetén, és különféle figurákat, alakokat formáznak, ezért hívják így őket, hogy figurális iniciáléknek, rengeteg fametszet van benne. A nyomdász is maga, tehát Viétor ír egy bevezetőt, amelyben azt írja, latin nyelven írta egyébként, hogy
Nagyon büszke arra, hogy műhelyében készült el az első magyar nyomtatvány, mely magyarul adja a magyaroknak Szent Pál leveleit. És hát természetesen ő is Erasmusnak az útmutatását követte, aki szorgalmazta, hogy, és itt egy idézet kezdődik, minden asszony olvassa az evangéliumot, olvassa Pál leveleit, ugye megint Pál leveleit, tehát ez a központi egység Erasmusnak. Hasonló elveket volt, de mégis egészen más személy, ugye Pesti Mizsér Gábor, aki az 1530-as évek közepén Erdélyben alkotja meg, fordítja le ugye a Bibliát, illetve csak alkotja meg művei nagy részét, és fordítja le a Bibliát. 1536-ban Bécsbe érkezik, ott beiratkozik az egyetemre, és Szingrénius nyomdájában ki is adja, ugye már ebben az évben két legfontosabb kötetét, egy ugye a magyar nyelvű tetraevangéliumot, tehát a négy evangélistát, ugye Új Testamentum magyar nyelven címmel, és a híressé vált Ezópuszi, vagy Aiszóposz, ki hogy mondja a görögösen, latinosan, fabulákat. Tehát ezeket a tanító meséket. Óriási örömmel fogadták Bécsben a humanista körök, az erasmista humanista körök ezt a két művet, de most mi elsősorban ugye a Bibliára koncentráljunk. Igaz, hogy nem értették, mert hogy mindenki latin és német nyelven írogatott ebben az időszakban közülük. Nem értették, ennek ellenére nagyon nagy fellángolás övezte ugye ezt a munkát. Szintén ugye egy luterellenes katolikus körnek a tagjai voltak azok, akik üdvrivalgással fogadták ezt a munkát. De azt mondhatjuk Pesti Gáborról, hogy ő az első öntudatos, belső függetlenségre törekvő magyar nyelvű író, és ez látszik egyébként a Biblia fordításában is. Nagyon szuverén irodalmi programmal állt elő, elgondolásai semmilyen sémában nem illeszkedtek ebben az időszakban, se egyházi, se jogi, semmilyen értelemben, tehát feszegették az intézményi kereteket. Ugye ő egy olyan úgynevezett res publica literaria, tehát egy ilyen irodalmi, de itt az irodalom nem a szép irodalmat jelent, hanem minden, ami írásban megjelent. Tehát egy ilyen irodalmi köztársaságot álmodott, nyilván Erasmus hatására, aki ezt mondjuk Nyugat-Európában már a saját bőrén érezte, hiszen ő volt az, aki létre tudott hozni maga körül egy ilyen komoly tudós társaságot, de Magyarországon ilyen nem volt még ekkor. Minden esetre Pesti Gábor már élteti ezt a reményt, és próbálja ugye megálmodni ezt az úgynevezett res publica literariát, tehát egyfajta ilyen sajátos kulturális patriotizmust teremt maga köré, amiben nyilván a humanista felfogást is bevonja. A műveit, nagyon érdekes nála, ő az egyetlen egyébként ebben a korban, műveit nem kisebb-nagyobb vallási közösségeknek, vagy mint ahogy Komjáti tette, egyetlen egy családnak, vagy egyetlen egy személynek dedikálja, hanem a magyar hazának, ugye a nemes magyar nemzetnek, ahogy ő fogalmaz. Melynek mindnyájan adósai vagyunk, fogalmaz az előszavában. Ilyen, Pesti. Ezek a nemzetéhez célkitűzések tökéletesen egybecsengtek, ugye azzal az egyetemes kereszténységgel, vagy a kereszténység eszmével, amelyeket Erasmus fogalmazott meg. Az evangélium fordítás előszavában Pesti, ugye a rotterdami mester sürgetését is idézi, azt mondja, hogy bár csak minden nép nyelvére le volnának fordítva a szent szövegek. Tehát azt mondja Pesti, hogy neki ez adott ösztönzést a munkája megkezdéséhez. És hát egyúttal ugye az apokalipszisnek az angyalára is hivatkozik, amikor aki minden nemzetnek, népnek, törzsnek és nyelvnek hirdette az evangéliumot, ez is olvasható ott az előszóban. Éppen ezért Pesti legfőbb teendőjének a Biblia magyar nyelvű tolmácsolását tekintette. A könyvét ugye üdvözlő egyik versen szólva, és egy idézet következik, ő tanította most elsőnek a világon
hunföld szavaival Krisztust hallgatni. Pesti az egyik legjobb szövegű és a legszebb magyarságú bibliafordításunkat alkotta meg. Ugye ő is Eratosz görög-latin új szövetségét, meg a hozzáfűzött magyarázatokat, meg parafrázisokat használja, ő is előveszi a Vulgátát is, és fogalmazásának a tömörségén, meg a tisztaságán, szépségén érződik, hogy tényleg egy humanista iskolázottságú emberrel van dolgunk. Ő nagyon mereven kerüli a latinizmusokat, mindjárt fogok csak egy idézetet vettem, de ezen is látszódni fog, hogy kerüli a latinizmusokat, próbálja szépen, magyarosan, lágyan, csengővé tenni a szövegét. Ugye a Máté evangélium 22. fejezet 39. versét így fordítja Pesti: szeresd fele barátodat, mint tenned magadat. Ezzel szemben majd a következő emberünk, ugye Szilveszter János, akit azt hiszem a legjobban ismer mindenki, akár a teremben ülők közül is, de széles körben biztosan. Szilveszter János ugyanezt a szöveget így adja vissza. Szeressed a te közel való emberedet, azon képpen, miképpen te magadat. Egészen más. Ugye szeresd fel a barátodat, mint tenned magadat. Vagy szeressed a te közel való emberedet, azon képpen, miképpen te magadat. Nem túl magyaros. Ezt már ebben az időszakban is érzik. Már a Szilveszter féle. Viszont ugye Pesti nagyon szépen csengő magyarsággal van lefordítva. Ugye Pestinek a nemzeti és kulturális törekvései végső soron nagyon kegyes célt, az úgynevezett egyetemes evangelizációt szolgálták. Ugye Erasmust és Szent Györe most idézve is kijelenti az előszavában, hogy nem sokat számít, mi ösvényen szaladsz, csak Krisztushoz siess. Szilveszter János a következő a triászból, a harmadik erasmista, aki ugye 1526-ban kezdi el tanulmányait Krakkóban, az egyetemen, életével, meg annak meg annyi megnyilvánulásával, aztán majd 1529-ben Wittenbergbe kerül, tehát a Lutheri és Melanchthoni Egyetemre, és ott folytatja tanulmányait. Az 1530-as évek közepén kezdi el fordítani magyarra az Új Testamentumot, amelyet aztán teljes egészében le is fordít, ugye ez fog majd megjelenni 1541-ben a Nádasdiak birtokán, ugye Nádasdi Tamás, tehát ez az a Nádasdi Tamás, aki nádor is ugye Magyarországon ebben az időszakban. Tehát a sárvári, ugye nyugat-magyarországi birtokon jelenik ez meg, ahova a Nádasdi Tamás kimondottan a Biblia szövegének kinyomtatása miatt egy tipográfiát, egy nyomdát is telepít. Nem pont Sárvárra, hanem attól egy kicsit odébb a birtok különálló részére, Újszigetre. Ezért hívják ugye Sárvár Újszigetnek ezt az 1541-es új testamentum fordításnak a helyszíne. És ez a következő leg a magyar művelődés és könyvtörténetben, hiszen ez lesz a legelső Magyarországon előállított magyar nyelvű nyomtatvány. Ugye 1533 volt az első magyar nyelvű, de nem Magyarországon megjelent, ez a Komjáti féle fordítás, Szent Pál levelei, 1541 pedig az első Magyarországon megjelent magyar nyelvű nyomtatvány. És csak szeretném felhívni a figyelmet, ugye, hogy mind a kettő Biblia fordítás. Tehát ez is mutatja ugye, a fontosságát ennek a szövegegyüttesnek. Szilveszter egyébként egy olyat tesz, amit előtte soha senki még Magyarországon, elkezd disztihonokban írni. Voltak rá próbálkozások korábban, de ez, tehát ilyen pontos metrikai szempontok figyelembevételével sohasem történt még meg, tehát ő hosszabb időmértékes verseket kezd el gyártani, és a Biblia előszavához, vagy előszavában ugye ír nagyon sok érdekes dolgot, én ebből egyet szeretnék kiemelni, és ezt idézni. Ugye ő íző nyelvjárásban ír, azt mondja, hogy az olyan igikről,
ugye az igék azok itt a szavak, tehát az olyan igékről való tanúság, melyek nem tulajdon jegyzésben vítetnek, azaz nem tulajdon jegyzésben, tehát nem saját első jelentésükben, azaz metaforák. Át kell vinni az értelmüket, hogy ő ezt a nyelvezetet szeretné ugye, meghonosítani Magyarországon, és mindezt megteszi a Biblia fordításban is a szövegben. Tehát metaforikus képeket kezd el használni. És azt mondja ugyanis, hogy a legfontosabb vonása a költészetnek, de ő ezt a fordításra is vonatkoztatja, az az úgynevezett lelés, tehát a lelés, a kitaláció, hogy az alkotó az bizony kitalál bizonyos dolgokat, nem a nevét nevezi meg, amit lelés. Tehát egyfajta költői kifejezésmódot használ, az beszédnek nemesen való szerzését, ugye, ahogy ő mondja, tehát nemesen való szerzés, ez a képes beszéd. Ezzel ugye véget ér az erasmista korszak Magyarországon, ezt követően egyértelműen protestáns bibliafordítások sora fog következni. Ugye itt még a katolikus világban vagyunk, annak az elhúzódó nyúlványait érezzük az erasmistáknál. Innentől kezdve viszont ez a folyamat egyértelműen elhalványul, és protestáns fordítások jelennek meg. Az első ilyen, kronológikusan haladva, Bencéli Széke István Zsoltár fordítása, ugye Krakkóban jelenik ez meg, 1548-ban, a Psaltériumot, tehát a Zsoltárokat fordítja. Aztán a teljes Zsoltáros könyvet már ugye az antitrinitárius Bogáti Fazakas Miklós fogja elkészíteni, 1587 és 89 között, és hát élete főművének is, ugye ezt a Zsoltár parafrázist, vagy parafrázisokat tartja, amelyeket egyébként majd szombatos körökben, a 17. század első felében nagyon népszerű olvasmányként forgatnak. És több tucat kódexbe is lemásolják ezeket, ezek ugye ma is hozzáférhetők. Nyomtatva soha nem jelent meg már. Ugyancsak unitárius, ugye Tordai János, aki 1627-ben készült el a legnagyobb irodalmi teljesítményével, a Szent Dávid király dicséretének magyar versekkel való rövid magyarázatjával, amelyben a Zsoltárok teljes könyvét magyarította, ez is kéziratban maradt, ez se jelent meg később. Tordairól azt érdemes tudni, hogy ő is nagyon komoly nyelvi leleményeket próbál meg becsempészni a szövegébe, a fordításába. Rövidít szavakat, vagy hosszabbá tesz szavakat, nagyon merész képei vannak, például ilyen, hogy kóstoljátok az Úristent. Ugye ilyet se előtte, se azóta igazán nem írt le senki. Vagy ilyen szóteremtő, szócsonkító megoldások, hogy szorgat, ugye ez a szorongat, vagy a utálság, utálatosság, és így tovább. Nagyon érdekes egyébként őt olvasni. Nem könnyű, de érdekes. Na és elérkezünk ahhoz az emberhez, akinek a szövegéből ugye választottam az előadásom címét is, ugye Heltai Gáspárról van szó, aki ugyan erdélyi szász lévén, tehát német anyanyelvének születve, mégis a magyar kultúra ápolójaként vonult be a köztudatba, hiszen megtanult gyönyörűen magyarul, egy idő után még azzal is előrukkolt, hogy magyar helyesírást adjon ki, ugye német létére. Egyébként a korabeli magyarságot messze meghazudtoló pontossággal dolgozott. Tehát kiváló kultúrapártoló volt, és ugye ő volt a egyik bibliafordításának is a kezdeményezője, és ő nevezi ugye a Szentírást a Szentlélek gyűlölőséges patikájának. Egyébként ez nem ő találta ki természetesen a patikatoposzt, hiszen ugye a szakirodalom szerint ugye aranyszájú Szent János, tehát Chrysostomos volt az, aki ezt a toposzt megteremtette, amikor a Bibliát a lélek orvosságának nevezte. És aztán majd ezt a képet viszik tovább a reformátorok, aztán majd ezt újra előveszik Áldi György, ugye a katolikus fordításnak a
szerzője, aki azt mondja, hogy, tehát ő is gyógyszerhez hasonlítja a Szentírást, azt mondja, hogy annak biztos tudatában kell bánni ezzel a gyógyszerrel, hogy a felkészületlenek kezében minden gyógyszer méreggé válik. Tehát nagyon felkészülten szabad csak, azt mondja ezzel, hozzányúlni a Biblia szövegéhez. Ugye a református egyházi író, az első magyar református imakönyvnek a szerzője, ugye már egy következő szeméről beszélünk, Mélius Juhász Péter, a teljes Bibliának a lefordítását tervezte, de csak Sámuel és a királyok két-két könyve, illetve a krónikák könyve és Jób könyve jutott el odáig 1565-ben, és aztán majd 1567-ben az Új Testamentum fordítás, amely Szegeden jelent meg, bár ennek példánya egyelőre még nem került elő. Tehát nem tudunk kézzelfogható példányról. De nagyon sokan írtak róla hajdanán, tehát biztosan létezett. Aztán a debreceni református püspöki székben, ugye Mélius Juhász Péter ugyanezt tervezte egyébként a már említett bencédi széke István is, és hozzájuk hasonló tervekkel állt elő a református egyházi író Károlyi Péter, ugye ez nem Gáspár, Károlyi Péter, és az evangélikus prédikátor egyházi író a korabeli közvéleményt a Ördögi kísértetek című művével felborzoló Bornemissza Péter. Ugye, hát, hogy úgy mondjam, mindenkit kritizált a korszakban, személy szerint. Tehát megnevezte a művébe azokat a személyeket, akiket pellengérre állított, és hát nagyon szókimondása alapján ugye, nagyon nagy köz utálatnak örvendett, mert hogy ugye a valóságot feltárta a nagy közönség. Na és itt érkezünk el az első teljes magyar nyelvű bibliafordításhoz, kiadáshoz 1590-ben Vizsolyban Károlyi Gáspár református lelkésznek és csapatának a nevéhez fűződik itt ugye a fordítás, tehát jól tudjuk, hogy egy munkaközösséggel dolgozott, bár ennek a tagjait név szerint sajnos nem ismerjük. Természetesen tudós kollégák találhatnak, olyan rettentő sok ember nem jöhet szóba, ugye Gönc-Vizsoly környékén, aki megfelelő képzettséggel rendelkezett a 16. század végén egy ilyen hatalmas, monumentális munka megvalósításához, de Károly nagyon tudatosan elhallgatja mégis a neveket. De azt tudjuk, hogy a genfi és a heidelbergi latin nyelvű bibliakiadásokat vették alapul, ezek alapján dolgoztak, és a nyomtatásnak a végső munkálatai, a finish 1586-ban kezdődött, és 1590-ig tartott, amíg megjelent az a 1000-nél is több oldal, amelyet ugye kéziszedéssel kellett előállítani. És ahogy említettem már, ugye 700-750 példányban jelenhetett meg, ez volt az úgynevezett Vizsolyi Biblia. Ez a fordítás lesz az, amely évszázadokon keresztül, aztán minden további később következő protestáns magyar bibliafordítás alapjává válik. Egyébként itt csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a teljes magyar nyelvű bibliafordítása viszonylag késői a többi nemzetéhez képest. Ugyanis ekkor 1590-re már van, most nem fogom mindent felsorolni, de van német, van olasz, van katalán, van francia, és így tovább, ugye angol, mindenképpen lengyel, teljes bibliafordítás már, és még lehetne a sort folytatni. Ugye, ha már az első teljes protestáns magyar nyelvű bibliafordítást említettem, szeretném rögtön párhuzamba állítani vele az első teljes magyar katolikus bibliafordítás. Ez 1626-ban jelenik meg, Káldi György nevéhez fűződik, Bécsben jelent meg egyébként. Sokkal később, mint ahogy a fordítás elkészült, ugyanis 1604 és 1607 között fordította le Káldi a Bibliát, de csak nagyon sokára sikerült pénzt szereznie arra, hogy kinyomtassa. Ehhez a fordításhoz
Ugye ő fűz egy, ez egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ez már a katolikus szemléletet is mutatja. Tehát addig, amíg a protestáns prédikátorok és fordítók előszavakat írnak a fordításaik elé, addig a katolikusok nem előszót készítenek, hanem oktatást, tanulságot, intést és így tovább. Tehát ez egy óriási szemléletbeli különbség. Ugyanezt látszik itt is Kálvinnál, ugyanis ő egy úgynevezett oktatóintést készít, amelyben kifejti a katolikus egyháznak a Biblia olvasásával kapcsolatos álláspontját, latin nyelven természetesen, mert nem mindig hasznos a Biblia a saját nyelven való olvasása, mondja az előszava, vagyis ebben az oktatóintésben. Bírált a Károli Gáspárt a protestáns református fordításért, aztán Szent Simonára Albertet is keresetlen szavakkal illeti, mert hogy szerinte, mármint hogy Kálvin szerint, ők ketten, meg még aztán másokat is megnevez, Bibliát nem fordítottak, koholtak. Kálvin ugye a Biblia fordításához természetesen a Vulgátát, tehát a latin szöveget vette alapul, és hát ugye, olyan alapmunkát teremtett meg, hogy a fordításának a nagyobb mértékű revíziójára, felülbírálatára, javítására csak a 19. században kerül majd sor, rettentő késő. Ha összehasonlítjuk a Kálvint meg a Károlyi Bibliát, tehát más szavakkal a katolikus meg a református teljes magyar nyelvű fordításokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a Kádi félé, a Károlyi félének volt sokkal nagyobb hatása a magyar nyelvű irodalomra. Ugye Szabó András irodalomtörténész szerint Kádi György szövege világos, jól érthető és magyaros. Bibliájának hatása azonban mégsem mérhető a Károlyéhoz, mert a katolikus egyház teológiai álláspontja sokáig nem kedvezett az anyanyelvű szentírás gyakori és nagy példányszámú kiadásának. Miért is mondja ezt? Azért, mert a katolikus egyházban, tehát egy vatikáni határozatra, csak a 18. században, 1754-ben engedélyezik a Biblia bármely anyanyelven történő kiadását. Ez rettentő későn. És hát nyilván annak ellenére, hogy a tridenti zsinat 1545 és 63 között zajlott, határozottan tiltotta a Szentírásnak a nemzeti nyelvre való fordítását, de Magyarországon a 17. század elején mégis megjelent ez a már emlegetett Kálvin féle, 1626-os bibliafordítás, ugyan katolikus szellemben, de egy sok szempontból renitens érseknek a támogatásával, ugye ez Pázmány Péter. És ez azzal magyarázható, hogy ugye Magyarországon, amit már mondtam, a 16. században óriási mértékű volt a protestantizálódás, a katolicizmustól való elfordulás, és ezt egyszerűen nem látták mással megoldhatónak, vagy visszafordítható jelenségnek, csak ha anyanyelven adják kézbe a Bibliát. Így is nagyon későn történt mindez, legalábbis katolikus oldalról. De csak megtörtént. Úgyhogy az ellenreformáció egyik legfontosabb eszköze és eredménye igazából Magyarországon, ez a Kálvin féle fordítás. És akkor még zárásképpen szeretnék a protestáns szövegekhez visszatérni, ugyanis Károlynak a szövegét sokkal gyorsabban, mint a Kálvin félét, elkezdték javítgatni. Ugye 1590 az indulási dátum, és néhány évtizeden belül több jelentős mértékű átdolgozás is készül a protestáns bibliafordításhoz. Az első ilyen a Szent Simonára Albert nevéhez fűződik, sőt a második is. Az első az 1608 Hanau, a Hanaui Biblia, tehát ott adják ki, ezért nevezik így. Aztán majd 1612-ben egy újabb javított változatot Oppenheimban, ugye 1612-ben ez lesz az Oppenheimi Biblia. Ezt követi majd 1645-ben egy amszterdami kiadás, amelyet ugye nem magyarok adtak ki, Jansoniusnak a műhelyében készült, tele
helyesírási hibákkal, hiszen hát nem értő inasok szedték ki a szöveget. Úgyhogy ezt fogja majd Szenci Kertész Ábrahám, de ez már nem Molnár Albert, Szenci Kertész Ábrahám megújítani, mégpedig az úgynevezett Váradi Bibliában, 1660-61 között készül el, Nagyváradon ez a Biblia. De ott azért hoztak létre egyáltalán nyomdát, hogy a Biblia szövegét méltó módon kinyomtathassák. És azt ugye ezt református Bibliát adhassanak ki. Ugye az közismert tény, hogy 1660. augusztus 27-én a török elfoglalja Váradot. Egyébként ez volt az utolsó olyan nagy vár, amit a törökök még el tudnak foglalni a Kárpát-medencében. Ezzel létre is hozzák ugye az utolsó török vilájetet itt az országban. Aztán nincs tovább, ugye utána hamarosan elvonulnak, hiszen 1686 után Budaostromát követően a törökök nagy része elvonul a Kárpát-medencébe, ugye Egerből is 1687 augusztusában vonulnak el, és aztán majd 1699-ben a karlócai békével tulajdonképpen aláírják azt a oszmán birodalom és a magyar királyság között azt az egyezményt, hogy a törökök teljes mértékben tűnnek innen. Szenci Kertész Ábrahám bibliájáról annyit, hogy ugye nagyon igényes tipográfiával dolgozik, és messze kimagaslik, minőségét tekintve messze kimagaslik a 17. századi magyarországi nyomtatványok között. A következő lépcső, ugye ez már most a negyedik volt a javítások sorában, a következő és egyben utolsó lépcső az Misztótfalusi Kismiklós, vagy Tótfalusi Kismiklós, többféle néven is nevezi magát ő is, meg az irodalom is, kiadása az úgynevezett aranyos biblia. Tehát aranyos, már nem azért, mert kicsi, hanem mert arany színű. Az aranyos biblia, ugye Amsterdamban 1685-ben látott napvilágot. Rengeteg támadás érte egyébként Misztótfalusi Kismiklóst azért, mert ő nagyon komoly helyesírási, nyelvhelyességi javításokat végzett, volt, amit újrafordított, volt, amit rövidített, és hát ugye az erdélyi ortodox kálvinista vezetők haragját ugye pontosan ezekkel a kis momentumokkal vívta ki, akik azt mondták, hogy főbenjáró vétek, amit Misztótfalusi elkövetett Amsterdamban, mert hogy ezekkel a beavatkozásokkal megváltoztatta a Biblia értelmét. Ennek ellenére 1685 pünkösdjén, ekkor éppen június 10-ére esett, Misztótfalusi Kismiklós befejezte a minden addiginál pontosabb, zömében maga által metszett, korszerű betűkkel készült Biblia kinyomtatását, 3500 példányban, óriási példányszám ebben az időszakban. Ő is egyébként Amsterdamban dolgozott, igazán sok magyar inas segédje nem volt, úgyhogy kizárólag németalföldi, magyarul nem tudó személyekkel végeztette a szedést, úgyhogy ő maga nyilván minden egyes sort, minden egyes szót átolvasott, saját korrektora volt a szövegnek. A nyomtatást sem ő maga igazából csinált, ő a betűket metszette, hanem bérbe kiadta. És a bibliájának, a nagy részét díszes, aranyozott, karmazsírés, barna vagy sötétbarna, ugye úgynevezett marokkán bőr kiadói kötéssel látta el, és innen kapta ez a kiadás az aranyos elnevezést. És a legutolsó, akivel még szeretnék néhány szót foglalkozni ebben a sorban, ez a református lelkész és tanár Komáromi Csipkés György, aki elkészítette a teljes Biblia új magyar fordítását, viszont ez csak halála után 40 évvel, 1719-ben jelenhetett meg Leidenben, de úgy, hogy az impresszum, tehát ami ott a címlapalján található, 1685-ös dátum szerepelt. 1719-ben jelent meg így, hogy 1685-ben nyomtatták, és hogy még ez se tűnjön olyan túl nagy megkésettségnek, ugye a
kiadványoknak a nagy részét a korabeli cenzúra lefoglaltatta, és majd csak 1789-ben engedik megterjeszteni. Tehát 100 évvel azután, hogy elkészítette a fordítását. Ettől a ponttól kezdve azonban, ugye itt már a francia forradalomnál tartunk, ettől a ponttól kezdve ugye az ellenreformációnak a támadásai miatt. A 18. században ugye a magyar református bibliák ugye német vagy német alföldi nyomdákban láttak napvilágot, itthon már nem. Ebben a században ugye megindult a szekularizáció, a felvilágosodás sokszor nagyon radikális ugye, változásokat idéz elő a bibliafordításokban és kiadásokban, úgyhogy innentől egy egészen új korszak, egy egészen új fejezet kezdődik a bibliák történet, a magyar nyelvű bibliák történetében, viszont ennek a fejezetnek a tárgyalásába én most nem mennék be, hanem egy összegzést szeretnék a végére adni, mégpedig, ha csak a Bibliára koncentrálok, akkor meg tudom azt erősíteni, amit az előadás legelején megelőlegeztem, hogy Biblia nélkül nincsen keresztény Európa. Biblia nélkül nincsen egységes, kulturális Európa, hiszen a Biblia és a szövegéből következő intézményrendszer és vallásrendszer, mondhatom így, egy olyan kultusz teremtett, amely létrehozta Európát, és benne létrehozta Magyarországot. Nem politikai értelemben természetesen, hanem kulturálisan. Biblia nélkül nincs nyomdászat. Magyarországon legalábbis semmiképp. Hiszen ahogy már mondtam, a legelső nyomtatványaink is természetesen nem csak ezt a kettőt, amit említettem, a Komjáti félét, illetve a Szilveszter János félét lehetne említeni, hanem sokkal többet. Ezek mindenkor a Biblia szövegére támaszkodnak. Tehát azzal kapcsolatosan alakulnak ki. Sokszor a nyomdákat is azért hozzák létre, hogy ezeket a szövegeket, a bibliai szövegeket kinyomtathassák. Aztán Biblia nélkül nincsen irodalom, nincsen zene, nincsen képzőművészet, pontosabban csak korlátozott repertoárral lépnek fel ezek a művészeti ágak. De megint csak azt mondhatom, hogy évszázadokon keresztül a Biblia ad mindenhez táptalajt. És ez az a könyv, amely örök életet ad. Ugye, elhoztam magammal. 2009-ben a Biblia éve ugye, programsorozat zajlott Magyarországon is, és ennek apropóján a magyar nyelvű bibliákkal kapcsolatban kiadtak egy gyönyörű katalógust a Nemzeti Könyvtárban. Akkor ezt a másikat is körbeadom. Ez pedig a magyar nyelvemlékeinket mutatja, szintén egy szép katalógus formájában, amely nyelvemlékek közül a legtöbb az a Biblia valamely szövegrészletére vonatkozik, azt mondtam. És de végül, de nem utolsó sorban, szeretném még azt elmondani, és ezzel egy kicsit nyilván majd beszélgetésre is provokálva a társaságot, hogy egy dolgot mindenképpen szem előtt kell tartanunk. És tudom, hogy ez most nem lesz népszerű, amit mondok, de tény. Mégpedig az, hogy ugye a Bibliának az a szövegkorpusza, amelyet ma használunk, és amelyet ma elfogadott szöveg együttesnek nevezünk, az nem volt mindig ilyen. Ezt jól tudjuk, hogy a legrégebbi szövegek a Bibliából kb. 3000 évvel ezelőtt keletkeztek, és onnantól folyamatosan. És hát ha nem szakítják meg mesterségesen ezt a folyamatot, akkor akár még a mai napig is keletkezhetnének ilyen szövegek. De ugye 325-ben, Nikaiában, vagy Niceában, ki hogy akarja, görögösen vagy latinosan, lezajlott az első katolikus zsinat.
És ennek a, aztán majd 382-ben ugye ennek lesz egy megújított változata Rómában. Igazából ez a két zsinat, tehát 325 és 382 lesz az a két helyszín, amelyeknek a kanonizáló törekvései nyomán kialakul egyfajta hagyományrendszer, és ez a hagyományrendszer teremti meg majd az úgynevezett kanonikus bibliai szövegeket. Zsinati határozatról van szó. Itt csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ugye a egyháztörténet során többen majdnem belebuktak ebbe a dologba, hogy megfeledkeztek erről a 325-ről és 382-ről, többek között például Luther maga is. Amikor elkezdi meghirdetni a sola scriptura elvet, tehát hogy csak a Szentírás szövege az, amely az üdvözülés egyedüli útja, akkor nála az egyháztörténetben sokkal jártasabb emberek felhívták a figyelmét, és ebből majdnem belebukott egyébként Luther, hogy vigyázat, tehát ugye, bocsánat, egy láncszemet kihagytam. Ugye Luther azt mondja, hogy nem foglalkozunk az egyházatyák írásaival, nem foglalkozunk az úgynevezett zsinati határozatokkal, hanem csak a kánon harmadik részével, a Biblia szövegével. Csak az vezethet bennünket az egyenes úton. Na és ekkor mondták neki, hogy hátrébb a... mivel? Agarakkal, igen. Ugyanis a Biblia szövege maga is egy zsinati határozat. Úgyhogy egyébként utána vissza is vonja ezt a, vagy módosítja igazán, nem vonja vissza, de módosítja ezt az elképzelését. Tehát azt kell mondanom, hogyha egykoron ugye más határozatok születtek volna, akkor a Biblia elfogadott szövege is más lett volna, vagy lenne. Ugye? Viszont már ez a hagyomány végérvényesen rögzült, úgyhogy ilyen gondolatokon morfondírozni talán ma már anakronizmus. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy itt azért ezt megemlíthetem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. És haladjon már körbe ezt a kötetet, ez egy viszonylag frissen megjelent facsimile kiadás, egy biblia kiadás. Ez első Rákóczi Györgynek a bibliája, ugye ez Sárospatakon található, és ugye most kiadták ezt újra. Nagyon érdekes, mert minden egyes könyvnek a végén, tehát az evangéliumok végén, az apostolok cselekedetei, tehát minden könyv végén be van jegyezve Rákóczinak a saját kézírásával, hogy mikor olvasta, tehát mikor fejezte be, pontosan órára megadja mindig, hogy hol, és melyik órában fejezi be az adott könyvnek az olvasását. Ez azért érdekes, és csak mondom, hogy például a Bibliák alapján még ilyen dolgokat is lehet rekonstruálni. Ez azért érdekes, hogy ugye első Rákóczi Györgynek az utazásairól, a holléteiről szinte semmit nem tud a történelemtudomány. De ha valaki kezébe veszi a Bibliáját, akkor bizony nagyon sok helyszínt lehet rekonstruálni, hogy éppen akkor hol tartózkodott. És hát nem csak ez az egy, Rákóczinak 12 darab biblia kötete ismert egyébként. 12 biblia kötete ismert, ami a különféle, tehát különféle helyszíneken található ma is, és ezek mindegyikében van beírás, úgyhogy nagyon lelkes olvasó lehetett. Egyébként ő maga feljegyzi, hogy 27-szer olvasta végig élete során a teljes Szentírást.